Üdvözlök mindenkit a mai videóban, én Pintér Máté vagyok. Ebben a részben szeretném egy kicsit összefoglalni a sztereomikroszkóppal szerzett tapasztalataimat, hiszen már lassan 2 hónapja van nálam, és ez alatt sokat tanultam akár a használatával kapcsolatban, akár arról, hogy milyen eszközről is van szó. A videóban meg fogunk még vizsgálni egy érdekes mintát, méghozzá ezt a virágport, akit a minta érdekel inkább, az a tartalomban megtalálja azt a részt a videóban, ahol már azzal foglalkozunk. De először is kezdjük magával a mikroszkóppal. A videóban említettem, amelyikben kicsomagoltam és az első vizsgálatokat elvégeztem vele, hogy sajnos a fotótubus ugye fotózásra DSLR kamerával csak korlátozottan alkalmas, hiszen a mély tükörakna miatt nem tud a szenzor elég közel kerülni a fókuszponthoz ahhoz, hogy úgynevezetten parfokálisan tudjon működni az okulárokkal, azaz ugyanott legyen éles a kép az okulárokkal is, mint ahol a kamerával. Ezt végül úgy oldottam meg, hogy 3D nyomtattam egy átalakítót, ami ugyan kicsit műanyag, ezért nem a világ legstabilabb dolga, viszont bőven megfelel a célnak és nagyon jól tartja a kamerát, úgyhogy ennek segítségével már kvázi teljes körűen használható az eszköz. Majd egyszer nyilván jó lenne egy fém változat, ami jóval stabilabb, de jelenleg megteszi a célját. A fotózáshoz kapcsolódóan még annyit megjegyeznék, hogy a trinokuláris porton sajnos a kép nem tölti ki az egész látómezőt az APS-C szenzoron, emiatt a képet kroppolni kell, ugye le kell vágni azt a részét a képnek, ahol nincs információ, csak ugye feketeség. Ez általában nem okoz nekem olyan nagy problémát, hiszen elég nagy felbontású a kamera, így nem veszít rajta az ember, hogyha levágja a széléről azt a részt, amin ugye nincs hasznos információ. Ami nagyon fontos, és szerintem az előző videóban nem mondtam el, hogy a mikroszkóp oldalán található egy gomb, amelyet ha kibehúzunk, állíthatjuk vele, hogy vagy a baloldali okulárba jusson fény, vagy a kameraportba, tehát nem úgy működik, mint a biológiai mikroszkóp esetén, hogy egyszerre a kameraportban is van fény, valamint ugye az okulár nézetben is. Hogyha ezt ugye itt átkapcsoljuk, akkor csak az egyik, a jobb oldali okulárban fogunk képet látni. Ez nekem nem szokott nagy problémát okozni, mert ugye nagyon jó helyen van és kényelmesen lehet használni, de ezt nem árt észben tartani, ez sztereo mikroszkópoknál általában így szokott működni. Ami még feljött, mint megoldandó probléma, hogy sajnos belül eléggé tükröződik a maga a tubusa ennek az egész mikroszkópnak, vagy valahol a belső felépítése, emiatt érdemes kerülni a nagyon kontrasztos felületeket, sőt még azt is érdemes elkerülni, hogyha mondjuk alulról világítjuk meg a mintát, és mondjuk teszem azt polarizált fényt használunk, akkor érdemes kitakarni a megvilágítás többi részét fekete felülettel, hogy ne tükröződjön bele, hiszen ez rontja a kontrasztot, és főleg a nagy nagyításoknál, hát ugye relatíve nagy nagyításnál, de amikor végállásba tekerjük a mikroszkópot, ugye a 4,5-szeres nagyításhoz, akkor ott már a kép oldalán elég erősen megjelenik egy ilyen fényes sáv, ami nyilván annak köszönhető, hogy valahol tükröződés van a rendszerben. Ezt ki lehetne keresgélni, hogy hol, de szétszedni nem szeretném. A kameratubus viszont, mivel már ugye nincs, ezért arra nem gyanakodhatok. A biológiai mikroszkópnál ott volt ebből problémám, hogy a kameratubus tükröződött, ott ha azt kivel úroztam, akkor ez megoldódott. Itt is valahol belül lehet a probléma, de valószínűleg beljebb, hiszen az okulárokban is ugyanez a kontrasztvesztés megfigyelhető. Úgyhogy ez sajnos ilyen, de nagyon, nagyon kontrasztos felületeknél jön ez csak elő, tehát hogy a mindennapi használatot egyáltalán nem befolyásolja vagy zavarja. Ami még szintén feltűnt ennél a mikroszkópnál, hogy ha mind a két fényforrást lecsavarjuk és bekapcsolt állapotban van a mikroszkóp, akkor a tápegysége ilyen elég fura zajt hallott magából, úgyhogy nem is szoktam úgy üzemeltetni, hogy mind a kettő teljesen le van kapcsolva, hiszen szerintem az annyira nem tesz jót neki, de ez szubjektív, nem láttam az áramkört, úgyhogy nem tudok erről pontosabban nyilatkozni. Amit viszont kérdezhetnétek, hogy miért csavarnám le mind a két megvilágítást, hiszen ugye legalább egyre szükség van, hogy valamit lássunk a mikroszkópban. Én jelenleg ezt a kis lámpát használom, ami itt mögöttem látható, ami olyan szempontból egy nagyon jó kis eszköz, hogy alacsony beesési szöggel lehet vele fotózni, ami azt jelenti, hogy olyan árnyékosabbak lesznek a minták, olyan jobban kiemeli a kontrasztot
a mintán, mint hogyha a felső megvilágítást használjuk, ami ugye egy elég magas szögből éri a felületet, és ennek köszönhetően az kevésbé ad ilyen árnyék hatást, mint hogyha mondjuk a oldalról lentről világítjuk meg a vizsgálni való tárgyat. Úgyhogy ez olyan dolog, amit szintén érdemes megpróbálni, hogy saját megvilágításokkal oldalról, alacsony szögből próbálkozni, hogyha felső megvilágítással próbálkozunk, mert sokkal szebb eredményt lehet ezáltal elérni, mint hogyha a beépített felső megvilágítást használjuk. Így én azt egyébként elég ritkán szoktam, aminek pedig a másik oka egyébként az, hogy elég pontszerű a fényforrás, és hogyha vannak tükröződő felületek, akkor azok be tudnak csillanni, amin megjelenik egy kis színi hiba, és akkor nagyon nagyon el tudja rontani a képet, úgyhogy ezért ezt sokszor szoktam kerülni. Inkább csak segédfényként használom, úgyhogy azt javaslom, hogyha valaki mikroszkópot vásárolna magának, akkor nem feltétlen létszükséglet a felső megvilágítás, mert amatőr eszközökkel, ugye ezzel a kis lámpával is nagyon jó eredményt lehet elérni, még majdnem, hogy jobbat, mint az eredetivel. Nyilván az alsó megvilágítást azt egy fokkal nehezebb amatőr eszközökkel kivitelezni, úgyhogy az nem árt, hogyha van a mikroszkópban, hiszen az nagyon sokszor hasznos, kifejezetten a polarizált minták vizsgálatakor, mert ott jön elő igazán, hogy milyen jó az, hogyha van lentről megvilágításunk. Ami még feljött ezzel a megvilágítással kapcsolatban, hogy nagyon jó, hogy ez a függőleges oszlop, ami ugye tartja magát a mikroszkóp fejegységet, az mágnesezhető, tehát rá tud tapadni ugye az a lámpa, amit most jelenleg használok rajta, úgyhogy ez egy kis pluszpont, hogy ilyen nagyon kényelmesen lehet rátenni ezt a fajta megvilágítást. Ami még szintén nagy előnye ennek az egész rendszernek, hogy elfordítható, megemelhető, lesülyeszthető az egész mikroszkópfej teljes mértékben, akár ki is lehet fordítani oldalra. Ez nagyon hasznos tud lenni, hogyha mondjuk nagyobb átmérőjű mintákat vizsgálunk. Mondjuk teszem azt, mikor a kijelzőket vizsgáltuk, akkor ott ugye alá kellett tenni egy egész nagy eszközt, aminek ugye a kijelző volt, akkor ezt könnyedén meg tudtuk oldani ezáltal. Amik viszont az előnyei a mikroszkópnak, és én észrevettem, ezek mind ugye olyan dolgok voltak, ami vagy előny, vagy hátrány, de figyelni kell rá. Viszont amik biztos előnyei a mikroszkópnak, hogy nagyon nagy felbontású képet rajzol, tehát az én 20 megapixeles kamerámmal, hogyha kivágjuk ugye a vinyetát részt is, majdnem, hogy 100%-os nagyításon még részletek vannak, tehát jóval nagyobb a felbontása, mint a biológiai mikroszkópomnak. Köszönhető ez a kis nagyításnak és az eltérő optikai tulajdonságoknak. De ez egy nagyon jó tulajdonsága neki, hogy bármit is fotózunk, sokszor ugyanakkor a nagyításon inkább a sztereó mikroszkópot használom, mert sokkal részletgazdagabb képet kapok vele, mint a biológiaival. Azért némi színezés azért előfordul ebben a mikroszkópban, hogyha nagyon nagy fényt kap a minta és becsillan valahol, akkor a körül megjelenhet egy kis zöldes, kékes, ilyen úgynevezett haló, amit aztán Photoshopba ügyesen el lehet tüntetni, vagy meg lehet küzdeni annyira a képet, hogy már ne látszódjon, de egyáltalán nem olyan erős a jelenség, hogy nagyon zavaró legyen, mindössze egy kicsi utómunka kell hozzá, amivel ezt kikompenzáljuk. Ami még a kontraszt vesztésből előjön, hogy érdemes, hogyha fekete hátteret akarunk, akkor ugye mondjuk velúrt tenni a mikroszkóp aljára, és valami kis távtartót, hogy ne közvetlenül a velúron legyen a vizsgálandó tárgyunk, hiszen akkor annak a kis szálai azok észrevehetőek lesznek a képeken. Én most például erre a célra itt látható egy ilyen okulár kihúzat darabot tettem a fekete felület és a vizsgálandó minta közé. Ez most nyilván nem egy ideális elrendezés, de szerintem egész hatékony abból a szempontból, hogy így a háttér teljesen fekete tud lenni a fotóinkon. Ami nagyon fontos, és tudja ez a mikroszkóp, hogy állítható az az erősség, amivel tartsa a mikroszkóp fejet maga ez az egész fókuszáló rendszer, amelyet úgy tudunk állítani, hogy megfogjuk mind a két gombot, és ellentétes irányba tekerjük. Hogyha visszafele tekerjük a jobb oldali gombot, akkor enged, hogyha előrefelé, akkor szorít egy kicsit a dolgon. Ez azért fontos, mert hogyha mondjuk rárakunk egy kamerát, ami elég nehéz, akkor nyilván már más erő kell, amivel tartja magát a mikroszkóp, anélkül, hogy magától elkezdené leengedni a fejet. Úgyhogy ezt aktívan lehet használni, és ez egy nagyon hasznos tulajdonság, hogy ezt így
tudjuk állítani bármikor, amikor szükségünk van rá. Nagyjából ezek a tapasztalataim eddig ezzel a mikroszkóppal. Amit én mindenkinek tudok javasolni, hogy egyszer mindenképp nézem bele egy sztereó mikroszkóba, mert nagyon-nagyon látványos az a háromdimenziós érzés, amit biztosít, úgyhogy emiatt nagyon megéri. Valamint ugye az utóbbi időszakban főleg kristályokra és rovarokra használtam, hiszen a kristályok általában elég nagy méretűre meg tudnak nőni, és köszönhetően annak, hogy nagyon nagy felbontású képet tudok vele elérni, jobban megéri bizonyos kristályokat, akár egy cukrot, akár bármi mást, akár sót sztereomikroszkópban vizsgálni, mert látványosabb lesz az eredmény, részletgazdagabb lesz, és nagyon szép, akárha az ember vizuálisan vizsgálja őket. Úgyhogy én mindenkinek tudom javasolni ezt a mikroszkópot, eltekintve nyilván attól a pár megoldandó dologtól, amit a videó elején felsoroltam, de ezek mind olyanok, hogy némi megszokással és gyakorlással kompenzálhatóak, és utána egy nagyon jó eszközt kapunk. Én a legtöbbször fókusz sorozatot szoktam készíteni a tárgyakról, még a viszonylag vízszintes kristályokról is, hogy minél részletgazdagabb legyen a kép, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag tekerem fokozatosan a fókuszírozót, és folyamatosan készítek képeket egymás után, és van egy szoftver, ami ezeket a képeket egymásra helyezi, és mindegyikből az éles részt összerakja, és ebből kapunk egy nagyobb mélységélességgel rendelkező képet, mint amit ugye maga az optikai rendszer tud nekünk adni. Majd lehet, hogy a későbbiekben lesz arról videó, hogy hogyan szoktam feldolgozni a képeket, hiszen látható is, hogy a videókon látott nyers videó az még azért nem olyan minőségű, mint mondjuk a képek, amik kikerülnek a Facebook oldalamra. Most azonban kanyarodjunk rá magára a mintára, amit meg szeretnék ma mutatni, hogyha már itt elővettük a sztereó mikroszkópot, ami nem más, mint ez a virágpor. Ez úgynevezett termelői virágpor, ezt a munkahelyemen használta valaki, és elkértem tőle, hogy hagyj mikroszkópozzam meg. Most már ez elég gyakori jelenség, hogy mindenki arra tud gondolni, hogy Máté mit fog mikroszkópozni legközelebb a cégnél, de ez is egy ilyen beszerzés eredménye. Szerintem egész érdekes, hiszen láthatjuk a virágport, ami még így nincs szétszóródva, hanem egy helyre van koncentrálódva. Későbbiekben lehet, hogy majd meg fogjuk nézni biológiai mikroszkóppal is. A mai videóban kifejezetten sztereó mikroszkópot szerettem volna erre alkalmazni. Felső megvilágítást fogunk használni ezzel a kis lámpával, ami mögöttem látható, és ezzel fogjuk megvizsgálni a mintát a sztereó mikroszkóp segítségével. Úgyhogy következzen is a vizsgálat.
Ez a mai videó igazából egy ilyen kis összefoglaló lett volna, hogy 2 hónap használat után miket tapasztaltam a mikroszkóppal kapcsolatban. Remélem, hogy hasznos, illetve tetszett a videó. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, és a következő részben találkozunk. Sziasztok!